2010 óta a Szapiencián keresztény társadalmi elvek a gazdaságban néven 2 éves, tehát 4,5 éves posztgraduális esti levelező képzés indult. 2 évenként indult, körülbelül most már egy olyan 70-80 hallgató végezte el, és az a novuma ennek a képzésnek, hogy a gazdasági tantárgyak mellett teológiai, filozófiai és társadalomtudományi tárgyak is vannak, hiszen azt mondjuk, hogyha az ember az alapja és a végső célja a gazdasági tevékenységnek, akkor meg kell ismerni az embert. És az ember megismeréséről a legmélyebben a filozófia és a teológia szól. És hát gyakorlatilag az erkölcsi értékeket is érdemes megismerni, és ezekről beszélni, ennek a mivel létéről beszélni. Tehát a gazdaság mellett ott vannak a teológiai, filozófiai tantárgyak is. Ezt nagyon szokták szeretni a hallgatók, akik többnyire bankokból, vállalkozási szférából kerültek ki, mert hatalmas nagy adalékot adtak az ő munkáikhoz. Tehát ők is már a gazdasági területen dolgoztak, és hát gyakorlatilag ez a ketek kompletté teszi az ő tudásukat a gazdaságról. 10-én van a jelentkezési határidő, de a felvételi az 25-én van, tehát én azt gondolom, hogyha esetleg valaki később is adja be a jelentkezését, még ezt el fogja fogadni a tanulmányi osztály. Bárki jelentkezhet, akinek van egy diplomája, tehát akár egy BA diploma, hogyha fiatal, hogyha idősebb, akkor egy régebbi diplomája is megfelel. A felvételi az kettős, egyrészt ilyen gazdasági műveltséget tesztelünk, másrészt pedig hit életbeli műveltséget, de nagyon egyszerű, nagyon alapvető kérdések vannak, és tulajdonképpen ez inkább egy elbeszélgetés. Akiket érdekelni szokott ez a képzés, az mondom, az inkább a gazdasági területről jövő emberek, de volt már szerzetes hallgatónk, volt banki szakember hallgatónk, vállalkozónk. Úgyhogy akit érdekel az, hogy a gazdaság hogyan alakulhat, hogyan alakuljon, és szeretné a látókörét bővíteni ezen a téren, azzal is, hogy az emberről, az antropológiai kérdésekről minél többet meg szeretne tudni, azt szeretettel várjuk.